Szemeim mindig te rád néznek, segítségem te vagy. Hatalmas Isten, csodás teremtő, egek és föld ura. Szemeim mindig csak te rád néznek, segítségem te vagy. Hatalmas Isten, csodás teremtő, egek és föld ura. Oh.
az, aki benned bízik, soha meg nem szégyenül. Az, aki hozzád hitt elép, minden bajból megmenekül. Jézus, te vagy a jó pásztor, aki életet adtál halálod árán. Jézus, te vagy a hűséges társ, aki éjjel-nappal
többé. Tedd le láncait, állj fel és menj tovább. Ha már elfáradtál, hidd el, lesz ki felsegít, ki azt mondja, kelj fel és jel. Velem vagy a bajban, közel hozzám. Velem vagy a tűzben, ha minden fáj. Velem vagy, ha gátok szakadnak rám, karod körbe zárt. Te visszatartod a tengert, nem fél többé többé. Tedd le láncait, állj fel és menj tovább. Ha már elfáradtál, hidd el, lesz ki felsegít, ki azt mondja, kelj fel. Csodálkozva néznek rám, mi nagy vagy, atyám, helyre állítottál már. Lábam újra táncot jár, csodálkozva néznek rám, mi nagy vagy, atyám, helyre állítottál már. Lábam újra táncot jár. Velem vagy a tűzben, ha minden fel.
Jézus, köszönjük, hogy a te ígéreted az valóság. Jesus, we thank you that your promises are real. Hogy amit mondasz, hogy velünk vagy, és hogy nem hagysz el, hogy ez igazság. That you promised us that you would be with us and never abandon us, and that this is real. És köszönöm, hogy te vágyod az, hogy közel lehessél hozzánk, hogy megmutasd magadat. And Lord, we also thank you that it is your desire to reveal yourself to us and to be close to us. Te fel akarod fedni a te igazságodat előttünk, hogy ne legyen bennünk kétség veled kapcsolatban. Because you want to show us your truth so that we might have no doubts about you. Kérlek, hogy most is emlékeztes erre minket, hogy te itt vagy, és bármelyik percben elérhető vagy számunkra. So Lord, remind us even tonight that you are here with us in your presence and that you are available to us. Kérlek, hogy szólíts meg minket, és beszélj a szívünkre. So Lord, speak to us and speak to us each individually. Te nevedben, amen. In your name, amen. Szervuszok, én is nagy szeretettel köszöntelek titeket. Hello and a welcome to you from me as well. És gyertek, imádkozzunk egyen. Let's start by praying together. Mennyi atyánk, így jövünk eléd, és szeretnénk így megnyitni a szívünket, az elménket, és az akaratunkat előtted. Heavenly Father, we come before you just now and we want to come with an open heart, open mind and open wills to you. És a te lelked tegye élővé a te ígédet számunkra. And Lord, we ask that your spirit would make your word living and alive for us. És ami ebbe a jegyzetbe benne van és tőled van, az legyen valóság az életünkbe. And everything that's included in my notes just now that it would be that comes from you would become true and real in our life. Ami pedig nem, azt felejtsük el, mikor kimegyünk ezen az ajtón. And what doesn't come from you, may we forget it as we leave this place. Amen. Amen. Szóval ma este folytatjuk a példabeszédek sorozatát. So tonight we are continuing our series in Proverbs. És egy olyan témát nézünk meg, ami minden embert érint valamilyen szinten. And the topic that we are discussing today is something that applies to each and every one of us. Hogy életünk egy-egy részén, vagy rosszabb esetben az egészén, ez a dolog sajnos ott van velünk és végigkísér. This is something that either happens to us, you know, at just one part of our life, or at times, sadly, our whole life. Hogy mindenki az élete egy pontján küszködik vele, és ezért a középkori egyház erkölcsi tanítása szerint a 7 fő bűn közé sorolta. So this is something that we all struggle with at one point or other in our life, and so the medieval church compiled a list of the 7 deadly sins, and this one is included in this. Ugye ez a 7 fő bűn a kevésség, az a büszkeség, a fösvényesség, az a kapzsiság. So these 7 sins are pride and greed. Bujasság, irítség, torkosság, harag. Lust, envy, gluttony and wrath. És az utolsó a jóra való restség, azaz a lustaság. And the last one is being a sluggard, or in other words, laziness. És én nem voltam lusta egy kicsit megnézni, hogy mit ír Salamon erről. And I wasn't lazy looking up what Solomon has to say about this topic. És egyesek azt mondják, hogy a lustaság az alapja lehet minden más bűnnek az ember életébe. And some people say that laziness is really the root cause of every other sin. Hogy a lusta vagy a rest, az tudja, hogy mit kéne tenni a jó vagy jobb érdekében, de valamiért nem teszi meg azt. That a lazy person knows exactly what they should be doing in order to achieve good, but they don't do it. Például, hogy megmaradjon egy házasság. So for example, to keep a marriage. Mi most járunk a mennyasszonyommal egy házas kurzusra. With my fiance, we are attending a marriage course. És látjuk azt, hogy mennyi minden kell a házasságba. And so we see all these different things that are necessary for a good marriage. És egy csomó mindenen beszélgetnünk kell. And we have to discuss a lot of different things. És látjuk azt, hogy ezzel majd mennyi munka lesz. And so we see the work ahead of us. Szóval, akinek mondjuk tönkre megy a házassága, so if somebody's marriage falls apart, lehet, hogy az elején azzal kezdődött, hogy lusta volt megtenni azt a munkát, amit egy házasságba bele kell tenni. It might happen their marriage might fall apart because they were too lazy to put in the work at the beginning that would keep the marriage going. Pedig csak lustasággal kezdődött. Even though it all just started by being a little bit lazy. Mindamellett a lusta képes megindokolni minden olyan dolgot, amit nem tesz meg, hogy miért nem teszi meg. At the same time, a lazy person is able to give a reason for every single thing that they are not doing. Mondjuk ahhoz, hogy jobb munkája legyen.
For example, to have a better job. Kiválóan meg tudja indokolni, hogy miért nem. They are perfectly able to give a reasonable explanation as to why not, why don't they have a better job. És ez sokszor büszkeséggel jár együtt, mert én jobban tudom. And often this goes hand in hand with pride, because they might feel like I know better. Vagy mivel ő nem tesz meg bizonyos dolgokat az életében, az élete nem épül egyről a kettőre. Or because they are not building in certain things into their life, into their everyday life, their life is not moving forward then. És mivel nem épül az élete, ezért beléphetnek olyan dolgok az életében, mint például az irigység. And because their life is not being built up, other sins might come in, like envy. Hogy bezzeg, neki van, nekem meg nincs. Saying things like, well, look at this person, he has it, and I don't. Szóval láthatjuk, hogy igen, aki így gondolkodik, hogy a lustaság alapja lehet más bűnöknek, van alapja. So if you agree that laziness might be the root cause of all other sins, there you might be right in that. Hogy ez a dolog ez meghatározza az embernek az életét, és sajnos nem a jó irányba. This thing influences all of our lives and sadly not in the right direction. És a példabeszédekből nézzünk meg majd pár verset, és ugye példabeszédeket Salamon írta. So we will be looking at a few verses from the book of Proverbs, and the book of Proverbs was written by Solomon. A valaha élt legbölcsebb ember ezen a világon, vagy legbölcsebb király, így fogalmaz az ige. And as scripture tells us that Solomon was the single most wisest person who has ever existed. És vannak bizonyos témák a példabeszédekben, amik mindig visszatérnek. And there are some topics within the book of Proverbs that are recurring. És a Bibliát emberek írták, a példabeszédeket pedig Salamon írta. And the Bible was written by men, and the Proverbs specifically were written by Solomon. És ezért sokszor láthatjuk, hogy az ő karakterüknek a jellemzői, azok visszaköszönnek a Bibliának a lapjain. And so we often see these human characteristics shine through the pages of the Bible. És Salamonnak az egyik témája, ami visszatér, az a lustaság. And one of these recurring themes in Solomon's writing is laziness. Lehet, hogy ő ezzel a területtel küzdött az életében. So this might tell us that this is an area of his life that he was struggling with. És hogyha hallottál már Salamonról, akkor esetleg tudhatod azt is, hogy hozzá köthető a legvirágzóbb időszak Izrael történetében. And if you've heard about Solomon before, you might know that the most flourishing time period in the life of Israel belongs or comes right under his name. Hogy ő egy diplomáciailag sikeres uralkodó. That he is diplomatically speaking very successful ruler. Hogy ő államszervezetet épít. He built up a whole system of government. Ő egy építész, aki vizionál épületeket és palotákat. He's an architect who was a visionary and he built all these cities and palaces. Megépíti a templomot. He builds the temple. Lelki vezető. And he is a spiritual leader. És emellett költő és író. All at the same time being a writer and a poet. Nem tűnik nekem Salamon egy unatkozó embernek. So it doesn't seem like Solomon had any time to be bored. És végképp nem tűnik lustának, látva azt, hogy mennyi mindent alkotott a 40 év uralkodása alatt. And seeing all the things that he had accomplished in his 40 years of rule, it doesn't seem like he was lazy either. És a lustaság témája az mégis mindig visszajön az ő példabeszédeibe. But still this issue or this topic of laziness comes up again and again in his writings. Ez nekem azt mutatja, hogy ha Salamon küzdött ezzel a területtel az életében, and so for me, what this tells me is that if this was an area that Solomon was struggling with in his life, akkor Isten ennek ellenére tudta őt használni nagy dolgokban. Then despite that, God was able to use him to accomplish great things. Mert hogyha gyenge vagy valahol, because if you are weak in an area, akkor ott alázatos fogsz maradni. Then you will remain humble there. Akkor ott az Istennek az erejében tudsz bízni, és nem a saját erődben. Then in that place you will truly rely on the strength and power of God instead of your own. És Isten ereje sokszor tényleg a gyengeségeinkben mutatkozik meg. And God's power is truly revealed at times through our weaknesses. Amikor hagyja, hogy Isten az alázatán, a benne való bizalmán keresztül azokban a dolgokban, amikbe őt belehelyezte, megmutassa azt, hogy az Isten az nagy. When finally through surrendering to this weakness and allowing God into these areas of our life, we finally allow God to be who he is in his power.
Én azt gondolom, hogy Salamonnak az élete az ezt tükrözi vissza. And I think this is mirrored in Solomon's life. Szóval nézzük meg, hogy mit mond a lustaságról Salamon. So let's see what Solomon has to say about being lazy. Szóval a példabeszédek 6. rész 6-tól 11-ig tartó vers. So we're reading in Proverbs chapter 6 verses 6 to 11. Eredj a hangyához terest. Figyeld meg, hogy mit tesz, és okulj. Bár nincs vezére, előjárója vagy uralkodója, mégis biztosítja kenyerét nyáron, begyűjti eledelét aratáskor. Meddig fekszel terest? Mikor hagyod abba az alvást? Még egy kis alvás, még egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés. Így tör rád a szegénység, mint úton álló, és szűkölködés, mint fegyveres ember. Go to the end, you slugger. Consider her ways and be wise. Without having any chief, officer, or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. How long will you lie there, O sluggard? When will you arise from your sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. 24-es rész, 30-tól 34-ig. Elmentem a lusta ember földje mellett, és az esztelen ember szőlője mellett, és láttam, hogy egészen felverte a gaz, színét elfette a gyom, kőkerítése összedőlt. Amikor ezt láttam, elgondolkoztam, elnéztem, és ezt az okulást szereztem. Még egy kis alvás, még egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint úton álló, szűkölködés, mint fegyveres ember. I passed by the field of a sluggard, by the vineyard of a man lacking sense, and behold, it was all overgrown with thorns. The ground was covered with nettles, and its stone wall was broken down. Then I saw and considered it, and I looked and received instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come upon you like a robber, and want like an armed man. És végül egy vers a 12-es részből. A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta robotolni fog. The hand of the diligent will rule, while the slothful will be put to forced labor. És még van egy. Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik. The soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. Ezekben a versekben láthatjuk, hogy Salamon erőteljesen kikel ezen emberek ellen. So in these verses we see how Solomon is truly upset at these people. Hogy azok az emberek ellen, akiket ő lustának hív, azért, mert nem teszik meg azokat a dolgokat az életben, ami a saját boldogulásukat szolgálná. So these people that he calls a sluggard or lazy are all people who are not doing the things that would actually help them get along in life. Azt mondja, hogy az ilyen ember az esztelen. And he says that people like this are nonsensical. Hogy még egy kis szunnyadás, még egy kis összetett kézzel ülés, fekvés, miközben a szőlőjét az embernek felveri a gaz. He says, you know, these people spend a little more time sleeping or just putting their hands to rest while their vineyard is overgrown. Indulatosan még azt is mondja, hogy meddig fekszel terest? Mikor hagyod abba az alvást? In his anger, he even says, like, how long are you going to keep sleeping there? When will you give up your sleep? A lusta vagy rest ember azt tudja, hogy mit kellene tennie, de nem teszi meg azt. So we see that a lazy person knows what he's supposed to be doing, but he doesn't do it. De ahogy gondolkoztam ezen, a lustaság az egy tünet. But as I was considering this, I realized that laziness is just a symptom. Mert a lustaság mögött a motivációnak a hiánya van. Because behind laziness lies a lack of motivation. Hogy valahol az életben, vagy annak egy területén, vagy egy feladatban, munkában, szolgálatban, az illető az elvesztette a motivációját. That in a certain area of your life, a ministry, a workplace, a mission, or any other area, that person has lost his motivation. És azokat a feladatokat, amik kizárólag csak ő tudna megtenni, nem teszi meg. And these tasks that could only be done by this one person, he doesn't do. Ha megnézzük a kisgyerekeken, ahogy játszanak. If you look at kids as they are playing, én nem láttam még olyan gyereket, aki játék, kisgyereket, aki játék közben így küszködne a motivációjával, hogy játszani kéne.
I've never seen any kids struggle with motivation saying, you know, I should be playing right now. Nem, amikor ők játszanak, akkor ők a teljes lényükkel játszanak, akkor ők szenvedélyesek abban, amiben benne vannak. When kids are at play, they are fully focused on playing and they are passionate at the task. Mert nekik örömet okoz az, hogy amiük van, azt tudják használni. Because it brings them joy that what they have they can use. Hogy ott van bennük a kreativitás, a képzelőerő, és elképzelnek dolgokat, ami egy játék, és öröm van benne. They have the creativity and a sense of imagination, and so what they have in front of them they can use for a play. De nekik ez a dolguk. But this is their task. És valahogy, ahogy az ember felnő, így szép lassan elveszti a szenvedélyét, elveszti a motivációját. And as we grow up, slowly but surely, people lose their motivation. Hogy bizonyos területeken előjöhet az alul motiváltság, meg aztán teret kap az ezáltali lustaság. And so in certain areas of our life, this lack of motivation just takes place or takes larger place, and so it results in laziness. Na de a nagy kérdés, hogy veszítjük el a motivációnkat? But how does this actually happen? How do we lose our motivation? És ilyenkor egy kicsit vissza kell menni, elég vissza kell menni a Teremtés könyvéhez. Én nagyon szeretek oda visszanézni. And we have to take a step back, a big step back to understand this, all the way to Genesis and the book of creation. Hogyha megnézzük a Teremtés könyvét, akkor az első dolog, amit látunk, az, hogy Isten egy tevékeny Isten. And if we look back at Genesis and the story of creation, what we find there is that God is a God of action. Hogy Isten a hét napból hatot munkával töltött. And out of 7 days in the week, God spends 6 of them with work. És az a világ, amit megteremtett, az tükrözi az ő zsenialitását és kreativitását. And the world that he creates mirrors his creativity and his genius mind. És ezt a kreativitást és ezt a tevékenységet, ezt az emberbe is belekódolta az Isten. And this creativity and this action is coded in human beings as well. Hogy feladatot adott neki. That God gave them a task to do. Azt mondta Ádámnak, hogy menj el és gondozd a kertet. He told Adam to look after the garden. Vagy nevezd el az állatokat és legyen nagy örömöd benne. Or to name every single animal to find joy in them. De amikor Ádám az bűnbe esett, akkor ez az édeni állapot ez megtört. But then when Adam fell into sin, this the perfect setting of Eden was broken. És a munka az fáradtságos lett. And as a result of that, work became laborious or tiring. Az eredménye ennek a bűnbeesésnek az, hogy a munkában sokszor nincsen öröm. And so a direct result of the fall is that often we don't find joy in our work. Vagy csak nyomokban tartalmazza azt az eredeti örömöt, amit az Isten belerakott ezekbe a dolgokba. Or just you only find little pieces of or little pockets of joy compared to what God had planned originally. Mert Isten minden munkanapja végén azt mondta, hogy ez jó, vagy ez igen jó. Because after every single workday of God when he was doing the creation, he either said this is good or this is very good. És mi azért ritkán mondjuk egy munkanap végén egy csütörtök vagy egy hétfő este, hogy ez jó, ez nagyon jó. And this is something we don't often say after like a Monday or a random Thursday that this was so good. This was very good. Inkább ott vagyunk, hogy de elfáradtam. Instead, what we usually say is, oh, I'm exhausted. Vagy aki talán kicsit pozitívabb beállítottság, hogy volt jó része is, de azért elfáradtam. Or if you have a bit more of a positive way of thinking, you might say, oh, you know, there were good parts to it, but mostly it was just tiring. A bűn következménye, hogy a munka az fáradtságos lesz. So it is a direct result of sin that your work will be tiring. És ahogy az ember az élete folyamatosan találkozik ezzel a fáradtsággal, and as you get to know this tiredness or this tiresome work during your lifetime, úgy veszíti el a motivációját és a szenvedélyét azokban a dolgokban, amelyek valóban fáradtságosak. The more you lose your motivation and your passion towards the things that are actually tiring. Az Édenkertben, amikor Ádám és Éva bűnbe esett, akkor nem maguktól estek bűnbe. In the Garden of Eden, when Adam and Eve sinned, it wasn't just out of their own head that they did this. Nem maguktól jöttek rá, hogy enni kéne arról a fáról, amiről Isten azt mondta, hogy ne tedd.
It wasn't their own thinking. They didn't come up with the idea to eat from the tree that was forbidden. Hanem a sátán becsapta őket egy hazugsággal, amikor azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. But it was Satan who came and lied to them and said that if you ate from the tree, you will be like God. A bűnt néhány helyen úgy nevezik, hogy a gonosz sugallat. And in a few places in the Bible, sin is referred to as a whisper of evil. És a sugallat az az, hogy valaki más rajtam kívül, egy másik személy, olyan érzést kell bennem, hogy bizonyos dolgokat megtegyek, amiket nem tennék meg. And so this this whisper of evil is maybe when someone comes up to me or something comes to me and makes me do things that I don't want to do. És a sátán azt sugalmazta Ádámnak és Évának, hogy lázadjanak fel az Isten ellen és szegjék meg az ő szabályát. And Satan insinuated to Adam and Eve that if they ate from the tree or they should eat from the tree and to go directly against his command. És szerintem az embernek a feje, amikor ilyen alulmotivált, szenvedélyvesztett és lusta állapotban van, tele van ilyen sugallatokkal. And so I think when a person has lost their direction and their passion and their creativity and they find themselves really lazy, their heads are full of these sorts of thoughts. Erre van egy jó szemléltető kísérlet, amit olvastam. And I've read a really good example of this, a test or a challenge that they've done. Az Egyesült Államokban 17 éves diákokkal csináltak egy kísérletet. So they did a challenge in the United States with 16-17-year-olds. Akik amerikai focisztak. And they were all playing American football. És több csapatba osztották ezeket a fiatalokat, és az egyik csapatnak azt mondták, hogy vagy bátorították őket különböző szavakkal, mint például az, hogy gyerünk. And so they split these teenagers up into separate groups, and one of them they really encouraged, and they said, you know, come on, let's do this. Az edző azt mondta, hogy hogyha valaki elrontott, hogy próbáld meg újra, hangosan bíztatta őket. And the trainer would say, if somebody messed up, they would say loudly in front of everyone, you know, pick it up and do it again, try again. Adott nekik célt, hogy ott van, oda kell menni, tőle kell elvenni a labdát. And he gave them a specific goal, and he said, you need to go there, and need to grab the ball from them. Úgy, ahogy egy igazi edző folyamatosan bátorítja a csapatát a pálya széléről. Just like any other good coach would do from the sidelines. A másik csapatot, vagy csapatokat nem bátorították semmivel. And the other teams were not encouraged at all. Az edző ott ült és nézte azt, hogy mi folyik a pályán. And the coach was just sitting with his arms crossed on the sidelines. Azok a csapatok, akik folyamatosan bátorítást kaptak az edzőtől. And the teams that were continually encouraged by the coach. Jobban teljesítettek. Performed better. Jobban élvezték a játékot. And they enjoyed the game better. Nagyobb energiával küzdöttek, mint azok, akik nem kaptak bátorítást. And they put in more energy to the game compared to the ones that didn't get any encouragement. És a tesztnek a konklúziója az volt, hogy ha edző vagy, vagy tesi tanár vagy, akkor igenis bátorítsd az embereket, hogy meg tudják csinálni. So the conclusion of this test was if you are a coach or a PE teacher, you should be giving encouragement to your pupils because then they will perform better. Visszatérve a lustaságra vagy a motiváció vesztésre, a szenvedélytelenségre. But so just to circle back to laziness or losing your motivation or a lack of passion. Lehet, hogy észrevetted már, hogy nem ilyen sugallatokat hallasz a fejedben. Perhaps you've also found that you don't have thoughts like this in your head. Amikor ilyen állapotba kerül az ember egy feladat vagy terület vagy akár az egész életében. When you find yourself in a challenging situation or maybe your whole life. Nem azt hallod, hogy gyerünk. You don't hear the voice saying, come on. Meg tudod csinálni. You can do this. Próbáld meg újra. Try again. Nem, inkább azt hallod, hogy nem fog menni. Instead, what you constantly hear is that you won't be able to do it. Azt hallod, hogy te ehhez kevés vagy. You are too little to accomplish this. Vagy azt, hogy úgyse fog semmi se változni. Or you might hear nothing will ever change. Ezek a sugallatok, ezek a gonosztól, a sátántól vannak. These
thoughts, they all come from the evil one, from Satan himself. És a sátán nem olyan, aki a pálya szélén áll és csöndben van és nézi, hogy mi történik a pályán. And Satan is not sitting quietly on the sidelines just watching what's happening. Hogy ő nem csak nézi azt, hogy mi történik a családodban, a munkahelyeden. He doesn't just look at you or he doesn't just watch your life or what happens in your workplace or with your family. Hanem ő hangosan vádol téged, hogy nem fog menni, inkább ülj le. But instead he loudly discourages you and tells you that it will never work out and you will always fail. Hogy vegyél vissza, ez az egész nem ér semmit. That you should just dial it back because nothing, it's not worth it at all. Hogy hiába melózol, dolgozol érte, nem lesz más a végén, csak az, hogy elfáradsz benne. And all the work and effort and energy you put into it will not accomplish anything other than you being tired at the end of it. Hogy más változást nem fogsz elérni. That you will never be able to see or accomplish any other change. De ez a sátánnak a taktikája. But this is Satan's way of working. Mert ezek féligazságok. Because these are only half truths. Mert az igaz, hogy a munkában fáradt leszel, mert meg van írva. It is true that you will be tired by work because it is told. De az nem igaz, hogy nem lesz benne változás. But it's not true that you will never see any change. Amikor a vádoló az vádol téged folyamatosan, hogy nem lesz változás. Because when Satan is constantly telling you that you will never see any change in your life. És ezzel a féligazsággal üti a fejed. And he is constantly battering you with this half truth. Az egy hazugság. That's a lie. Lustasága az, hogy tudod, hogy jobb, bölcsebb lehetne az életed. Laziness is knowing that your life could be better and could be wiser. Okosabb lehetne az életed. That your life could be smarter. De nem teszed meg ezeket a lépéseket, mert hallgatsz erre a féligazságra, ami egy hazugság. But you don't take the necessary steps towards this because you listen to these half truths that are lies. És sajnos, akik elhiszik a sátánnak ezeket a hazugságait. And sadly, if we believe these lies of Satan, azok sokszor okosabbnak tartják magukat a többieknél. Sadly, then we might end up feeling like we are better than the others. Azt mondja Salamon a példabeszédek 26:16-ban, hogy bölcsebbnek tartja magát a rest hét olyannál, aki értelmesen felel. Solomon says, the sluggard is wiser in his own eyes than seven men who can answer sensibly. Mert nekik megvannak a válaszaik arra, hogy miért nem tudom azt megtenni. Because they have all the reasons already as to why I'm not able to do that. Hogy én jobban tudom, mint a másik. That I know better than the other person. Hogy én a családom miatt vagyok ilyen. That I am like this because of my family. Hogy én a szüleim miatt vagyok ilyen. I am this way because of my parents. Meg a politika és a gazdasági helyzet miatt van ez. And because of the economy and because of politics, I am like this. Meg annyi érvük van azoknak a dolgok iránt, amelyek egyébként a saját kezükben vannak. And all, they come up with all these different reasons to explain things that actually all are on their own shoulders. Tudjátok, itt azt szoktuk mondani, hogy ez az ország, ez a 10 millió szövetségi kapitány országa. So you might have heard that in Hungary we sometimes say that this is a nation of 10 million football coaches. Meg a 10 millió politikusnak az ország. And 10 million politicians. Meg az így kéne, meg úgy kéne csinálni ennek az országa. And we always say this is how it should be done or that's how it should be done. De a többség az nem áll fel és nem tesz a változásért. But most people don't actually stand up to act and to achieve some change. És van egy szomorú hírem ma este. I have ha some... ez eddig nem volt elég szomorú. If it hasn't been said enough for you, I have some bad news for you. Ha nem állsz hozzá a változáshoz a saját életedben, if you don't begin this change in your own life, és engedsz ezeknek a gondolatoknak, amik folyamatosan vádolnak téged, and if instead you always just give in to these thoughts that are constantly battering you, akkor előbb-utóbb neked befellegzett. Then sooner or later you will be done. A jövődet determinálja az, hogyha ma nem teszel semmit,
akkor a holnap nem fog jobban kinézni. Because your future is determined by what you do today. And if you don't do anything today, your tomorrow won't look any better either. Hogyha ma nem teszel okosabb, bölcsebb dolgokat, holnap nem fogsz okosabb, bölcsebb dolgokat tenni. If today you're not doing anything that's better or wiser, then tomorrow won't be any better or wiser either. Aki úgy áll a rábízott dolgokhoz, hogy át, hogy majd úgy is lesz valahogy, annak a holnapja az valószínűleg rosszabb lesz, mint a mája. If you consider all the things that you have been entrusted with, and you just look at them as somebody else's problem, then your tomorrow won't be any different either. Az egyik öregebb leszel. One thing that will happen to you is that you'll become a little bit older. Kevesebb idő lesz megtenni azokat a dolgokat, amiket meg kéne tenni. And so you'll have less time to do all the things that you should be doing. Másrészt a világ nem úgy néz ki, minthogyha a világ megjavítaná önmagát. And the second thing is that the world doesn't seem to be correcting itself. Hogy a világ nem tanul a hibáiból. The world doesn't learn from its own mistakes. Hogyha csak így visszagondolunk az elmúlt három évre, hogy milyen válságok vannak, még nincsenek, akkor azért elég sokat föl tudunk sorolni. And even if we just look back at our past three or four years and all the challenges that we have faced, nem néznek ki bíztatóan a dolgok azok számára, akik a külső tényezőkben várják az ő boldogulásukat. For people who are trusting on all these exterior things to accomplish or make a better future, they don't have very good hope then. Hogy a külső tényezők azok majd kedvezőbbek lesznek. That all these exterior things will at some point become better. Aki ebben bízik, az szerintem hazárdírozik a jövőjével. And I think if anybody is trusting in this, then you are playing with your future. De a világ az ezt sugallja neked, hogy te legyél kényelmes, és engedd el magad. But this is exactly what the world is telling us to do, is to just lean back and let go of all of these things. Én azon gondolkodtam, hogy talán kétféle lusta ember létezik. And then I was thinking that I think there are two types of lazy people. Az egyik, aki tényleg lusta. One is who is actually lazy. Mindenki szemébe. Who is lazy in everyone's eyes. Aki videójátékozik egész nap. Who might be playing video games all day. Az anyja csinálja a reggelit, pedig már elmúlt 30 éves. And even though he's past 30, his mom is still making breakfast for him. Vagy nem keres munkát, mert innen-onnan támogatják, meg az állam is csorgat valamit. And he's not looking for any jobs because people give him money, you know, here and there he gets some support from the government. Pál sokkal keményebb, mint a mai kor társadalmi berendezkedése. But the Apostle Paul is much more strict than our society today. Ő azt mondja, aki nem akar dolgozni, ne is egyék. And he literally says, if you don't want to work, then you won't eat. Erős. That's pretty harsh. Mi van azokkal, akiknek nincs munkája? So what happens with people who don't have any jobs? Nekik az a feladatuk, hogy keressenek munkát, ameddig nem találnak. Their job or their task is then to find a job until they get one. A másik fajta lusta ember pedig nagyon elfoglaltnak tűnhet. And the other kind of lazy person might seem like they are always busy. Hogy ő mindennel elfoglalja magát, csak azzal nem foglalkozik, amivel igazán kéne. That they are busy doing everything and anything except for the things that they actually should be busy with. Hogy azokkal a dolgokkal ő nem foglalkozik, ami az ő felelőssége lenne. That he doesn't work around the things that is actually his responsibility. Ő attól inkább szabadulni akar, mert nehéz és fárasztó. Instead, he's actually trying to get rid of these responsibilities because they are too heavy and too tiring. De a napját vagy a naptárát azt telerakja olyan dolgokkal, amik igazából nem az ő feladata, vagy csak részben az ő feladata. But he keeps himself busy by doing things that are only half his responsibility or not at all. Én az elmúlt lassan egy évben itt a gyülekezetben egy új feladatot kaptam. And for the last year or so, I have been given a new task here in church. És hiszem azt, hogy az Isten volt az, aki ezt számomra kirendelte és rám bízta. And I believe that this was something that God had in mind for me specifically. Ez az a gyönyörű szó, hogy adminisztráció. And so this beautiful word that I have to do is administration. Gyűlölöm az adminisztrációt. And I really hate admin.
Ha meg kell írni valami szerződést, nekem az fizikai fájdalom. And so if I have to write a contract, that causes me physical pain. És én is elég elfoglalt embernek gondolom magamat, nem malmozok otthon napközben. And you know, I consider myself a pretty busy person. I don't just sit around at home. De vannak olyan adminisztratív feladatok, amiket én csak görgetek magam előtt. But there are still some of these admin tasks that I just keep putting off. Pedig ez lenne a feladatom. Even though that is literally my job. Bocs, Jani. Sorry, Jani. Ez nem jó. This is not good. A lustaság az is, amikor az ember nem azt teszi, amire hívva van és tennie kell. So laziness can also mean not doing what you are called to do or what you are responsible to do. Lehet valaki nagyon sikeres a munkájában. So someone might be really successful in their job. De hogyha a családjában romokat hagy maga után. But if they just leave suffering and destruction in their home life, in their family life. Mert nem tette meg a rábízottakat. Because he didn't accomplish the things that were trusted on with him. Az a jóra való restség. It means that he is too lazy to do good. Salamon király, aki írta a példabeszédeket, ameddig azt tette, amire az Isten hívta, csodálatos és nagy dolgok születtek Izraelbe. King Solomon, who wrote the Proverbs, as long as he was busy doing all the tasks that God had trusted entrusted on him, his life was good. Nehéz volt neki? Valószínűleg nehéz volt. Was it hard? A hard life for him? Probably, yes. De amikor lelépett arról az útról, amire az Isten hívta őt, ott kezdődött el az egész romlás az életében, és aztán a halála után meg egész Izraelben. But the moment he stepped away from the path that was set before him by God, that's the moment when Israel's whole destruction started. Fontos, hogy megvizsgáld azokat a feladatokat, hogy mik azok a dolgok, amiket tényleg fontos tenni, tényleg az Istentől van-e. So it's important for you to consider the things that are actually important in your life and actually your responsibility towards God. Vagy ezek olyan dolgok, amiket csak mi raktunk bele az életünkbe, de nem az Isten. Or are these just things that I have filled my life with, but they didn't actually come from God? Az elején már említettem, hogy a lustaság az teret adhat más bűnöknek az ember életébe. So right at the beginning I've already mentioned that laziness can be a ground for other sins. Mert a lustaság az felszabadítja az embernek az idejét. Because laziness gives you more time. És ez teret enged bizony sokszor a bűnös természetünknek. And then that gives, that allows more space for our sinful nature. Amikor az ember tétlen, akkor teret ad olyan dolgoknak, amit máskor egyszerűen nem tenne meg, mert nem lenne rá ideje. Because when you are not doing anything, when you are lazy, it gives you the opportunity to do other things that you wouldn't otherwise have time to do. Dávid király, Salamonnak az édesapja. King David, who was the father of Solomon. Akkor bukott el a legszégyenteljesebben. He failed the most miserable failure. Amikor feladta az Isten hívását az ő életében. When he gave up on the calling that he had received from God. Ő egy harcos királynak lett hívva. He was called to be a warrior king. És amikor nem kísérte el a katonáit a harcba, hanem ő délután heverészett a palotájának a tetején. And when he didn't join his own troops into battle, and instead he chose to stay behind and to laze about on the rooftop of his house. Akkor látta meg Bathsabét, akivel házasságtörést követett el. Then he saw Bathsheba, and he was involved in an adulterous relationship with her. Aztán utána gyilkosságot követett el. And then he ended up murdering someone. És csak egyre mélyebbre merült a bűnbe. And so he just dug himself deeper and deeper into sin. Mert nem azt tette, amit az Isten hívta, hanem szépen elkényelmesedett. Because he didn't do what God had called him to do, and so he just became more and more lazy. Jakab azt írja az Új Szövetségben, szintén egy erős vers, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne annak. And James writes the following: So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin.
A legnagyobb ajándék Istentől, hogy tudsz befolyással lenni a saját jövődre. The greatest gift that we have been given by God is that you have an influence over your future. Hogy tudsz jó hatással lenni a saját jövődre. That you can have a good impact on your future. Hogy vajon engeded-e, hogy a lustaság, vagy a jóra való lesség, a sátánnak a hazugságai, azok ellopják a jó jövődet. Do you allow laziness or the just the laziness to do good in your life, or do you allow the lies of Satan to take away a good future? Vagy lehet, hogy ez a ma este egy alkalom arra, hogy megvizsgáld azt, hogy azok a területek az életedben, ahol te elvesztetted a motivációdat, elvesztetted a szenvedélyedet. Perhaps tonight is a night, a chance for you to consider your life and all of these areas in your life where you have lost direction, or you lack motivation, or you lack passion. Azok szép lassan elkezdjenek visszaépülni. And perhaps you will be able to build these back into your life. És a legjobb gyógyszer arra, hogy ezek a területek ezek visszaépüljenek, elhinni Isten igazságain. And the best solution for these things to start building up in your life again is that you start believing the truth of God. Hogy elhinni Isten igazságát, hogy több vagy, mint aminek gondolod magad. That you start believing when God tells you that you are more than what you consider yourself to be. Annyival több, hogy ő érted, az egyszülött fiát adta, hogy neked életed legyen. You are so much more that he was willing to give his only son to die for your sin. Vagy lehet, hogy itt az idő elhinni azt, hogy Isten a gyengeségeiden keresztül tud nagy dolgokat tenni. Or perhaps it's time to start believing that God is able to bring about wonderful things through your weaknesses. Vagy végre elhinni azt, hogy a munka igenis fáradtságos, de van változás. Or perhaps it is time to start believing that yes, your job and work is tiring and tiresome, but there is change in it. Vagy elhinni azt, hogy az Isten az meg tudja áldani a te erőfeszítéseidet. Or start to believe that God is able to bless your endeavors. Én azt tapasztalom, hogy mindig megáldja. Because in my experience he always blesses them. Jézusnak van egy példázata a Máté 25-ben, nem fogjuk felolvasni. In Matthew 25 Jesus shares a story that we won't read just now. De Jézus elmond egy példázatot, amikor egy ember a szolgálainak talentumokat ad. But Jesus shares a story about a man, a master who gives out talents or gifts to his people. Azt írja, hogy ez az ember kinek a képessége szerint adott talentumokat. And it tells us that this man gave out gifts according to everyone's skills. Volt, aki ötöt kapott, volt, aki kettőt, volt, aki egyet. And some people, or one person was given five, another one was given double that, one was given just one. Aki a legkevesebbet kapta, and the one who was given the least, ő nem gondolkodott rajta, hogy mit fog ezzel tenni. He didn't consider what he would do with his gift. Nem tett egy lépés se annak érdekében, hogy ezt kamatoztatni tudja. And he didn't take any steps towards multiplying this gift. Meg sem próbálta, hogy az egyből kettő legyen. He never even attempted making this one into two. Ő egy dolgot tett. He did one thing though. Kifogásokat keresett. He found excuses. Jézus a példabeszédekben úgy hivatkozik erre a szolgára, hogy gonosz és lusta szolga. And he is referred to then as a lazy and an evil servant. És aztán azt mondja, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. And then he says, if you are given, you will be given more, and if you have a little, you will be taken that away as well. Aki úgy tesz, minthogyha semmilyen nem lenne. So if you act or behave like you don't have anything. Az a szolga, aki elásta az egy talentumát, de ez az egy talentum az rettenet értékes volt. And this one servant who buried his one talent, his one gift away, which was very valuable. Attól még az is elvétetik, amilyen van. He was taken that thing away, even though he possessed it. Sőt, ő maga ássa el. And he is the one who buries it away. És most, ahogy erről a témáról beszélünk, a lustaságról, vagy a restségről. And just as we are speaking about this topic of laziness,
Mindenki gondolkodhat azon, hogy mik azok a területek az életében, ahol ő neki van feladata. You might be considering all the areas of your life where you have a task to do. Hogy mik azok a területek az életben, amit imában az Isten elé kell vinni, hogy elkezdődjön egy gyógyulás. What are the areas of your life that you have to take before the Lord in prayer so that a process of healing could begin? A legjobb dolog az Istennel való közös munkában az az, hogy ő meg tudja mutatni azt, hogy mennyire hatalmas. The best thing with or about working alongside God is that he's able to reveal to you how great he is. Hogy ő mennyire helyre tud állítani területeket az embernek az életében. And just how able he is to restore your areas of life. És hogy közben megismerheted az Istennek a jóságát. All the while getting to know him and his goodness better. Ha nem az Istennel dolgozol együtt, akkor nem fogod megismerni az ő jóságát. And if you are not working alongside him, you will never get to know his goodness. Mik azok a területek, ahol vissza kell hozni a szenvedélyt, vissza kell hozni a motivációt? So what are the areas of your life where you need to find passion again and motivation? Hogy aztán az Isten megáldja a munkádnak a gyümölcsét. So that God might be able to bless the fruit of your labor. De ne csak a földi jövőnkre gondolj. But don't just consider the things of this earth. Hogy mi lesz holnap, vagy mi lesz a munkahelyemen, vagy a családomban. About what will happen tomorrow or in my workplace or with my family. Karrierben, tanulásban. In my career or in my studies. Ezek fontos dolgok. These are all important things. Nem kérdés. It's no question. De gondolj az örökkévalóra. But consider your eternity. És vizsgáld meg annak fényében ezeket a földi célkitűzéseidet, hogy szolgálják-e az örökké valóságon. And so in light of eternity, you should consider your tasks and your goals, whether they serve your task to eternity. Mert egy napon ott állunk majd az Isten előtt. Because one day we will all stand before the Lord. Mindenki, aki itt ül, meg aki nem, az is. Every single one of us sitting here tonight, and even the ones who are not here tonight, will stand before him one day. És az életének a súlya, az meg lesz mérve. And everyone's life will be weighed up. A képességei szerint, amiket adott az Isten. Based on their skills that were given by God. És ott nem lesznek kifogások. And there will be no more excuses there. Mert az Isten tökéletesen ismeri az életedet. Because God knows your life perfectly well. Mert tökéletesen ismeri minden hiányodat. And he knows your shortcomings perfectly well. Hogy minden körülményedet, hogy honnan jöttél. He knows the circumstances that you have come from. Megismeri minden egyes talentumodat, amit csak neked adott személyesen. And he knows all the gifts and talents that you have been given personally. És az Isten kegyelmesen. And God is full of grace. Igazságosan. And he is more righteous. És személyesen fogja megmérni az életed súlyát. And he himself personally will weigh your life. És lehet, hogy ez a nap, amikor bizonyos dolgokon el kell kezdeni dolgozni az Istennel. Perhaps today is the day that you have to start working on some things with the Lord. Lehet, hogy el kell hinni azokat az igazságokat, amiket már rég nem hiszel. And perhaps you have to start believe these truths that you have left behind a long time ago. Hogy ki vagy te az Isten szemébe. About who you are in the eyes of the Lord. Mire hívottál téged. What you have been called to do. Mik azok a fontos dolgok, amik az örökkévalóság szempontjából tényleg fontosak. And what are those things that are actually important in light of eternity. És hogy ő veled van. And knowing that he is with you. És hogy együtt munkálkodtok ezeken. And that it is a work together between him and you. Imádkozzunk. Let's pray. Mennyi atyán, köszönjük neked a te ígédet. Heavenly Father, we thank you for your word. És köszönjük azt, hogy te ismersz minket. And we thank you that you know us. Sokkal jobban, mint mi ismerjük magunkat. You know us so much more, or so much better than we know ourselves. És te látod a hiányosságainkat, és látod azokat a területeket, ahol küszködünk. And Lord, you see our shortcomings also, and you see our areas where we are really struggling. És hogy neked vágyad ezeket a területeket meggyógyítani, de nem csak úgy, hogy működjenek, hanem úgy, hogy nagyon jól működjenek. And Lord, we know that it is your desire to fix these issues in our life, and not just to an extent that they would be working so-so, but they would be working very well. És Istenem, megvalljuk, hogy sok területen tényleg elvesztettük a szenvedélyünket. And Lord, we confess that in many parts of our lives, we have truly lost our passion. De Atyánk, te hiszünk abból, hogy te
az eltört dolgokból tudsz egy működő dolgot összerakni. But Father, we also believe that you are the one who is able to take our broken pieces and mend them together into something that works well. És az mutatja a te szépségedet és gyönyörűségedet. And that this all reveals your beauty and your goodness. Mert az nem egy emberi ilyen fixáció lesz. Then it won't just become a human fixation. Hanem egy isteni beavatkozás. But instead it would be something a godly intervening. És várunk arra, Atyám, hogy veled együtt dolgozzunk. And so Lord, we just long to be working with you. Mert szeretnénk téged jobban ismerni. Because Lord, we want to get to know you better. És megtapasztalni az életünkben. And Lord, we want to experience these things in our life. Te nevedben, ámen. In your name. Amen. Az ima csapat itt lesz oldalt. Our prayer team are here on the side. Szóval, hogyha van olyan terület az életedben, ahol küzdködsz, akkor szívesen imádkoznak érted és közben járnak. So if you find that there is a part of your life where you are really struggling right now, this team is here and they're very happy to pray with you and for you. Ahol már nem ég úgy az a láng, ahogy égnie kéne. Perhaps it's a part of your life where the fire is not on as it should be. Szóval gyertek, dicsérjük az Urat, és ha van olyan kérés, akkor imádkozunk értetek. So come and let's continue worshiping the Lord and come for prayer if you need. Yeah.
zengünk hálát hatalmas Istennek, minden állás egyedül őt illeti meg. Jézus, lemorulunk trónodnál, néped csak téged imád. Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát, csak egyedül az élő Úr, a király. Ő az örökké való, ő, akit egyikünk sem lát, magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó. Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát, csak egyedül az élő Úr, a király. Ő az örökké való, ő, akit egyikünk sem lát, magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó. A dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Senki nem méltó rá, hogy vegye szívünk hódolatát, csak egyedül az élő Úr, a király. Ő az örökké való, ő, akit egyikünk sem lát, magasztaljuk szent nevét, csak ő méltó rá. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a dicsőség, tisztelet és a dicsőség, legyen az Úré mindörökké. Legyen az Úré, legyen az Úré, legyen az Úré. Legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a dicsőség, a tisztelet és a dicsőség.
tisztelet és a dicsőség legyen az Úré mindörökké. Tisztelet és a dicsőség, a tisztelet és a dicsőség legyen az Úré mindörökké. Beszéded élet,
angyalok vének áldanak, a szentek zúgják ég és föld királya vagy, néped trónod elé borul, köszöntünk téged, köszöntünk téged, köszöntünk meg dicsőt úr. Angyalok vének áldanak, a szentek zúgják ég és föld királya vagy, néped trónod tőled, Uram,
olyan hálás neked a szívem, mert megtapasztaltam, hogy a te szereteted elér a szívem legmélyéig. Hűséged megőrzi otthon, velem vagy mindig. Mindent kegyelemből kaptam tőled, Uram, olyan hálás neked a szívem, mert megtapasztaltam, hogy a te szereteted elér a szívem legmélyéig. Hűséged megőrzi utam, velem vagy mindig. Hát dicsérlek most téged, Istenem, hozzád szálljon, ó, tőled, Uram, olyan hálás neked a szívem, mert megtapasztaltam, hogy a te szereteted elér a szívem legmélyéig. Hűséged megőrzi utam, velem vagy mindig. Hát dicsérlek most téged, Istenem, szálljon, ó, énekem, mert kegyelmed utánam futott, a te szereteted megváltoztatott. Hát dicsérlek most téged, Istenem, hozzád szálljon, elárasztott lelkem örömmel, és betöltesz békességeddel, elárasztott lelkem örömmel, betöltesz és betöltesz békességeddel. Tőled, Uram, olyan hálás neked a szívem, mert megtapasztaltam,
hogy a te szereteted elér a szívem legmélyéig. Hűséged megőrzi utam, te velem vagy mindig. Atyánk, nagyon köszönjük neked, hogy ismerhetünk téged. Father, we are so thankful that we can know you. Nagyon jó a jelenlétedbe jönni. And it's so good to come to your presence. Hálásak vagyunk, hogy itt a hét közepén megpihenhettünk előtted. And we are so thankful that in the middle of the week we can come and rest in your presence. Köszönjük a kegyelmedet, köszönjük, hogy ez megújul. Lord, we thank you for your grace and we thank you that it's new every morning. És együtt kiáltunk hozzád, hogy Urunk, szükségünk van rád. And all together, Lord, we shout to you, confessing that we need you. Hogy legyél segítségül a lustaságainkon. And Lord, that you would overcome our laziness. És legyél segítségül a hitetlenségünkön. And you would overcome our unbelief. Kérlek, Istenem, hogy így áldj meg minket. So Lord, bless us this way. Vágyunk jobban látni téged, követni téged. Lord, we long to see you better and to follow you better. Nem akarunk más utakon menni, csak oda, ahova te mész. Lord, we don't want to be walking in paths other than you. És ezt kérjük az erődet, és hogy újítsd meg bennünk, így erősítsd meg a lelket. And so, Lord, we need your strength to do this and that you would renew your spirit within us. Atyám, és hadd imádkozzunk együtt, hogy használj minket ebbe a városba. And Lord, all together we pray and we ask that you would use us in this city. Az a vágyunk, hogy minél több embert lássunk, akik neked adják az életüket. Because we long to see more and more people surrender their lives to you. És segíts nekünk, hogy ezzel legyünk elfoglalva. And Lord, help us to be busy doing this. És Uram, hadd imádkozzunk együtt azokért, akinek nincs munkája és keresi. And Lord, we all together we pray for people who don't have a job at the moment. Uram, kérlek, halld meg most az imánkat, és kérlek, hogy gondoskodj róluk. And Lord, we ask that you would hear our prayers and you would provide for Uram, them. Uram, tudjuk, hogy te ezt meg tudod tenni, mert a világ összes munkája a tied, a kezedben van. And we know that you can accomplish this, Lord, because every single work belongs to you and they are held together in your hands. Kérlek, hogy áld meg őket. So we ask that you would bless them. És Uram, kérlek, hogy emeld föl őket, ha reménytelenségben vannak. And if they find themselves in hopelessness, lift them up. Add meg ezt a segítséget. Give them this help, Lord. Hogy újra föl tudjanak állni, és egy lendületet venni ma este. That they would be able to stand up again and with renewed strength. És hozzál áttörést és változást. And bring a breakthrough in this, Lord, a Atyám, change. Hadd tapasztaljuk meg azt, hogy jelen vagy az életünkbe ezen keresztül is. And so, Lord, we long to experience you in our life, even through these. És bármilyen területen is szükségünk van rád, Uram, hadd tapasztaljuk meg, hogy ott vagy. And Lord, in every other area of our life, wherever we need you, we long to experience you there. Uram, mi veled akarunk járni. Because we want to walk with you. Szeretnénk látni, hogy a te terved megy végbe az életünkbe. And we want to see your plans unfold in our life. És köszönjük azt, hogy te előkészítettél jó cselekedeteket, amiben járnunk kell. And Lord, we thank you that you have already prepared all these good works for us that we have to walk in. Kérlek, mutasd meg nekünk. So Lord, reveal these to us. És kérlek, adj bátorságot, hogy neki menjünk és a te utaidon járjunk. And give us the strength and the courage to step onto these and to walk with you. És végül együtt imádkozunk, Uram, hogy ezen a héten térjenek meg emberek. And Lord, we also pray all together that people would be saved this week. Uram, használj minket ebbe. That you would use us in this minket work. Is. That you would use us. De itt vagyunk, és küldj minket. Because we are here and send us out. És érd el azokat az embereket, akik ott vannak körülöttünk és nem hívők. That you might be able to reach people around us who are not believers yet. A kegyelmedből, Uram. By your grace, Lord.
Köszönjük neked, hogy kérhettünk. And we thank you that we can ask from you. És arra kérünk, hogy áld meg ennek az estének is a hátra lévő részét. And now we ask that you would bless the remainder of this evening. Kérlek, hogy hallgasd meg az imáinkat, és áld meg a bátorításokat, amit egymásnak mondunk. Lord, please hear our prayers and bless the encouragements that we give to one another. Hogy készen legyünk visszamenni a farkasok közé. And Lord, make us ready and prepared to be going out to the wolves again. Uram, erre mindre kérünk Jézus nevében. Lord, we ask all of these things in Jesus' name. És Isten minden embere azt mondja, hogy Amen.